Míg a mintegy 5,5 millió lakosú Dánia 20 milliós sertésállománya büszkélkedhet, addig hazánkban szinte mélypontra, alig 3 millióra esett vissza az állatok száma, közel 9 millióról az elmúlt években. Régiunkban mintegy fél millió sertést hízlalnak, ehhez a számhoz járulnának hozzá 1 millió az ágazat képviselői, akik ma hivatalosan is megállapodtak. A cél egyértelműen a sertésállomány duzzasztása és a minőség javítása, hogy minél nagyobb arányban kerüljön hazai disznó husa, Asztalokra, hiszen jelenleg négy sertésből egy import. Az, hogy mi jó minőségű húst tudjunk előállítani, ez egy polifaktoriális program tulajdonképpen, ahol a tenyésztőknek, a takarmányosoknak, a technológusoknak és mi nagyon sok szakmacsoportnak részt kell venni és részt is vesz, annak érdekében, hogy valóban olyan minőségű terméket tudjunk előállítani, amit a fogyasztó megálmod. A Kaposvári Kométa évente 3-400 ezer sertés dolgoz fel, mint egy 95 százalékban hazai állományból, míg a Kaposvári Egyetem egyfajta koordinációs szerepet tölt be a sertéságazat fellendítését szolgáló régiós programban, addig a cég a folyamat végén a felvásárlást biztosítja, tehát számára is érdek a jó minőség. Fogunk eh, termelni egy új fajta genetika, lesz szép sertés, jobb ústártalom, eh, jobb átékonyság, és úgy tud segíteni a, a fejlődés. Ehhez adja a szakmai tudományos alapot a Kaposvári Egyetem. A jelentős kutatási háttérrel, természetesen ezeknek a cégeknek az összefogásával be tudunk indítani egy olyan anyagkoca telepet, ahol kiváló magyar sertés állományt tudunk előállítani. Kezdetben a nagyobb sertéstelephez kerülhetne a jobb genetikai állományú anyakoca, de a cél a kisebb gazdaságok bevonása is, hogy a háztály és a kisüzemi sertéstartás is fejlődhessen a régióban. Ennek összefogását szentesítették a felek a Somogyi kampuszon. Én őszintén bizom benne, hogy ez a sertésprogram, ami itt most mai nappal útjára indul és élvezi a kormány, illetve a szakminisztérium, a vidékfejlesztési minisztérium támogatását, elérheti azt, hogy a Magyarországú belső piac mind keresleti, mind áti oldalon fellendítheti a mezőgazdaságot, és ezen belül természetesen a sertés ágazatot és a húsfeldolgozást is egyaránt. A program első ütemében felmérik a teljes állományt a régióban, létrehoznak egy tudáscentrumot, egy pénzügyi modellt és egy ütemtervet, hiszen az elméleti megteremtés után a gyakorlatban is híznia kell a régió sertés állományának, bizakodnak az ágazat résztvevői.